Összművészeti alkotás vagy Gesamtkunstwerk. Így hívjuk azt a jelenséget, amikor egy művész nem csak magát az épületet tervezi meg, hanem annak a berendezéseit is, a bútorokat, az étkészletet, sokszor még az ott lakóknak a ruházatát is. Hogyha ilyen alkotásokat szeretnénk látni, akkor érdemes ellátogatni Budapesten a Városligeti fasorban. Most Ráth György, jogász, műgyűjtő és később az Iparművészeti Múzeum első főigazgatójának a villájában állunk. A századforduló derekán vásárolta meg az épületet, és Györgyi Gézával újítatta fel. A villa felújítását úgy képzelte el Ráth György, hogy a műgyűjteményének helyet adjon, akkor alakult ki tulajdonképpen a múzeum. És később pedig 2018-ban újították fel ezt az épületet, az Iparművészeti Múzeum jóvoltából, és akkor alakult ki ez a több száz európai, illetve magyar szecessziós tárgyat bemutató kiállítás, a mi szecessziónk címmel. A villában egyébként olyan neves iparművészek dolgoztak, mint Jungfer Gyula, neki köszönhetjük a kovácsolt vas korlátot, vagy Horthy Pál, itt a villában neki köszönhetjük például a fa lépcsőkorlátot, természetesen az itt látható csillárt is. Jungfer Gyuláról annyit érdemes tudni, hogy több dinasztiára visszamenőleg lakatos családból származik. Olyan lakatos munkákat köszönhetünk neki Magyarországon, mint az Országház, az Operaház vagy a Gresham Palotának a diszműkovácsolt darabjait, vagy gondoljunk csak a Szent István Bazilika bronzveretes kilincsére. És Roth Miksáról sem feledkezhetünk el, aki a kor talán legnagyobb üvegművésze volt hazánkban. A művei, a különböző középületek és magánépületeknek az üvegablaka, illetve mozaik díszítései kiállták az idő próbáját, és később rengeteg megrendelést kapott. A múzeum gyűjteményében található az egyik kedvencem, ez az öntött vasból és sárga részből készített csillár, amely szintén Jungfer Gyula nevéhez fűződik. Az az érdekessége, hogyha közelebbről megfigyeljük, akkor a csillár rudat magát egy madárkarom fog, vagy ragad meg, és ezt tölgyfa ágak veszik körül. És erről, a tölgyfa ágról ereszkedik alá egy fantasztikus és nagyon gazdagon megformált fagyöngylomb koszorú. A századforduló során az egyik legkorábban épült szecessziós villa, Kőrössy Albert Kálmán építész saját villája volt, ennek a hátsó homlokzata előtt állunk most. Arra nagyon ügyelt, hogy a homlokzatokon a magyar élő világ növényi szimbólumok és állatalakok jelenjenek meg, illetve mitológiai alakok, a zöldfej motívum az, amely több helyen is megjelenik, például oszlopfejezeteken, illetve különböző gorgók és leányalakok nymfaként. Érdemes megnézni a főhomlokzaton az oromzati dombormű díszítést, ahol a művészet allegóriája jelenik meg, a festészet, a szobrászat és az építészet. Olyan szimbolikus alakok is megjelennek, illetve formák, mint például a kovácsolt vas kerítésen látható mággubó és napraforgó. Ezt a kerítést szintén Hokman József készítette, többször is együtt dolgoztak egyébként Kőrössy Albert Kálmánnal, például az osztálysors játékpalota épületénél. Kőrössy Albert Kálmán a saját villájának tervezésénél a legnevesebb iparművészekkel dolgozott együtt. A mögöttem látható színes ólomüvegablakot Roth Miksa tervezte. Láthatjuk, ahogyan egy vízi világ elevenedik meg, íriszekkel és egy megbúvó gólyával. Ugyanez az iris motívum figyelhető meg a kovácsolt vas lépcsőkorlátnál is. Az egész növényt bemutatja a gyökerétől a virágjáig, amely a szecesszióra jellemző volt. A vízi világnak különböző indás növényei azok, amik még megfigyelhetőek. Ez is egy festett lépcsőkorlát volt. Valószínűleg Hokman József tervezhette.
A villa tulajdonosai, akik szintén műgyűjtők, Ráth Györgyhöz hasonlóan, elhatározták, hogy zsolnai kollekciójukat megnyitják a nagy közönség számára. Ezek főként szecessziós tárgyakból állnak. A Sonnenberg ház megépülésével egy időben készült el a Filantia virágüzlet portálja is, amelyet szintén Kőrössy Albert Kálmán tervezett. A klasszicista épületet, amely itt áll, az úgynevezett hétválasztó fejedelem házát, Híd József tervezte Nákó Sándor görög kereskedő számára. Később, 1904-ben itt épült fel a Kőrössy által tervezett virágüzletház, amely az eddigi kutatások szerint valószínűleg Európa egyetlen szecessziós virágüzletének épült és máig működő szecessziós virágüzletháza. Csiszolt kőlábazatos, üvegből készült üzletportál sárga és vörös réz domborműveit, illetve részleteit a Ház és Somogyi cég kivitelezte. Az üzlet funkciójára utal az oromzati részben látható vörös rézből készült rózsalugas, amely hasonlít a Németországban jeles Jugendstil üzletportáloknak a rózsalugasaira. Az 1958-ban műemlékké nyilvánított virágüzlet belsejében például a mennyezeti rózsalugast formázó stukkokban is megjelenik a koncepció, amely szintén a Gesamtkunstwerket mutatja, vagyis az összművészeti alkotást. Szemben lévő, illetve a mögöttem látható két olajpannon pedig virágárus jelenetek elevenednek meg, amelyeket Márk Lajos, a korszak neves festőművésze készített. Annak ellenére, hogy Márk Lajos festményein kívül nem tudjuk, hogy milyen mesterek járultak hozzá az interjúr kialakításához, minden esetre érdemes megfigyelni a bútorok, illetve a fa burkolatok intarziás, illetve részveretes díszítéseit, amelyek szintén szecessziós jegyeket mutatnak. Ezeket 1991-ben állították helyre. A századfordulón a Filantia virágüzletház az egyik legismertebb volt Budapesten. A legtöbb színésznő, énekesnő csokrait itt készítették a rajongók, sőt, egy alkalommal, a királyi pár látogatása alkalmával Zita királyné csokrát is itt készítették, amelyet Bárci István főpolgármester lánya, Bárci Irén adott át. Nem sokkal a Kőrössy villa megépülése után az építést Sonnenberg Imre kereskedő és szállítmányozó bízta meg, hogy építse meg és tervezze meg a bérházát. Az eredetileg 3 emeletesnek tervezett épület végül 2 emeletesként valósult meg. A most látható 3. emeletet a II. világháború után oldották hozzá. Ennél a háznál láthatjuk ezt a mészkő portált, amelynek a domborműveinél 2 leányalak jelenik meg. Ezek nem csak tündérek vagy nymfák, hanem talán ismert, hogy Sonnenberg Imrének 2 leánya is volt, talán Ilona és Margit jelenik meg. A rózsán kívül a bogáncs, vagy más néven Mária tövis is megjelenik, amely nem csak egy keresztény szimbólum, hanem esztétikai értékkel is bír. Ennek a növénynek a virágzata, illetve az indái levelei voltak láthatók egy korona homlokzaton. Sajnos mára elpusztultak. Érdemes megemlékezni és megemlíteni az eredeti szépségében megmaradt lépcsőházi, kovácsolt vasból készült részletekre is, amelyek Hochmann József nevéhez fűződnek. Azért látogattunk el többek között ebbe az épületbe,
mert hogy a lakók elhatározták, hogy eredeti szépségében újítják fel az ólomüveg ablakokat, ezért létrehozták a Sonnenberg házért alapítvány, amelyhez szívesen várják szakmai szervezetek és magánemberek támogatását. A Rád György villában látott iparművészeti tárgyak és Kőrössy Albert Kálmán épületein keresztül kicsit belekóstolhattunk a magyarországi szecessziós mozgalom világába. Kőrössy Albert Kálmán művészetével azért érdemes foglalkozni, mert a stílusjegyek különbözősége jól példázza azt, hogy miért nem stílusként, miért mozgalomként értelmezzük a szecessziót.